Olyan mindennapos használatban lévő utak újulnak meg hamarosan Abolyban és Zemplénben, melyek már nem felelnek meg a lakossági igényeknek. A rossz állapotú belterületi utak több esetben jelentenek gondot a kis településeken élők számára. Az útburkolatok cseréjére volt a legnagyobb az igény, mondta dr. Hörcsik Richárd, országgyűlési képviselő. Nagyon nagy volt az igény, szinte nem volt olyan önkormányzata a választókerületemnek, akik ne adtak volna be pályázatot a belügyminisztériumhoz. Olyan nagy volt különösen a belterületi utak helyreállításának az igénye, és éppen ezért külön megkerestem a belügyminiszter urat, hiszen más lehetősége nincs a Magyar Falvak Program útfelújítási lehetőségén kívül ezek településeknek, hanem csak a belügyminisztériumnak az úgynevezett háromlábú pályázata. Összegyűjtvén ezeket a kéréseket, hál' Istennek belügyminiszter úr elfogadta azon külön kéréseinket, ahol voltak olyan leromlott belterületi utak, különösen a Bodrog közben, ami már szinte járhatatlanok voltak. Ennek megvalósítása már időszerű, hiszen a nem megfelelő minőségű utak több gondot is okoztak a lakosságnak. A pályázatnak köszönhetően a Abolyban és Zemplénben 31 településen valósulhatnak meg a belterületi utak felújításai. A legszükségesebb belterületi utak rekonstrukcióját meg lehet csinálni. Ezért örülök, hogy közel 1 milliárd forint értékben sikerült a választókerületben pályázatokat elnyerni, és ennek köszönhetően több 10 kilométer belterületi út újul meg, különösen a nagyon leromlott utak. Gondoljunk csak arra, hogy volt itt 2010-ben árvíz, voltak a belvizek, különösen a hegyaljai részen, ahol alámosták a korábban elkészült utakat, és így bizony nagyon nagy volt az utaknak a leromlása. És hát én minden méter út felújításának örülök, de ez különösen, hogy közel 1 milliárd forint értékben településenként átlag 20-25 millió forintból újulhatnak meg az utak. Ez a projekt több mint 572 millió forintból valósul meg, a munkálatokat pedig hamarosan megkezdik, és még idén szeretnék befejezni, hogy a lakosság a továbbiakban probléma nélkül vehesse igénybe a felújított utcakaszokat.